Köszöntöm nézőinket! Tamásiban pesszimistában indultak neki ennek az évnek, mint ahogy a végére sikeredett. A nehézségek ellenére Porga Ferenc polgármester azt mondta, sikeres évet zártak. Köszöntöm, polgármester úr! Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket! Mi volt a pesszimizmus oka? Nehezen indult az év, valóban. Ugye februárban berobbant a Covid harmadik hulláma, ugye akkor az oltakozási lehetőség még nem volt teljes körű. Az álláskeresők száma továbbra is magas volt, ugye az elmúlt évről áthúzódóan. A vállalkozások egy része korlátozottan tudott működni, a hivatalok ügyfélfogadása is jelentősen korlátozásra került ebben az időszakban. Volt olyan intézményünk, amely teljesen zárva tartott egészen májusig. Szóval nem volt könnyű évkezdetünk. Mire számított? Minden forgatókönyv megfordult a fejünkbe, de szerencsére körülbelül májustól megváltozott a helyzet, és az élet lassan a régi kerékvágásba került, és meg tudtuk nyitni az intézményeinket. Láthatóan a helyi gazdaság is a régi kerékvágásba került vissza, és ugyanúgy tudott működni, mint a pandémia előtti időszakban. Tehát összességében azt gondolom, hogy a májustól a második fél év az sokkal jobban sikerült, talán a várakozások felett is. Milyen célokat tűztek ki erre az esztendőre? Sok tekintetben ez az év az előkészítések éve volt. Számos tervel, elképzeléssel vágtunk neki az évnek, és jó néhány olyan projektet készítettünk elő ebben az évben, aminek a gyümölcsét majd a jövő évben fogjuk learatni. Ugyanakkor számos konkrét eredménnyel is tudunk dicsekedni, tehát összességében az idei évben is azért tudtunk előrelépni. Minden város működésében fontos, hogy egy gazdasági háttér vegye körül. Az a vállalkozói és gazdasági szféra, ami Tamásiban jelen van, elég fejleszthető, és megvannak-e erre a koncepció? Azt látjuk, hogy ahogy elmondtam az imént a nyári időszaktól, ismét 100%-osan tudtak működni a helyi vállalkozások, sőt a jó néhány bővülni is tudott, fejlődni is tudott. Említhetem akár a Tamási húst, de akár más vállalkozásokat is, amely kormányzati támogatással jelentős beruházás fejlesztést valósított meg, és ezáltal a foglalkoztatottak számát is növelni fogja a következő időszakban. Folyamatosan bővül a város északi ipar területe, megerősödnek az ott lévő kis- és középvállalkozások, a két nagyobb multinacionális vállalkozás is, és én azt látom, hogy folyamatosan van igény arra, hogy a város új területeket vonjon be ebbe az ipari zónába. Én abban bízom, bár itt még nem látjuk a számokat, hogy az iparüzési adóbevételben is meg fog ez látszani jövőre. Ugye szerencsére, ugye mi ilyen tekintetben szerencsére mi 25 ezer fő alatti település vagyunk, tehát a kormányzat a kieső helyi iparüzési adóbevételt kipótolja számunkra. Nyilván is számolni kell egyfajta visszaeséssel, de ennek a mértékét nem látjuk. Én abban bízom, hogy ez nem lesz olyan nagy mértékű, mint amire mondjuk évelején számítottunk. A hosszú távon fejleszthető az a gazdasági övezet, amiben vállalkozásokat, vállalkozókat várnak? Igen. Itt egy konkrét stratégiát dolgoztunk ki, hisz elfogytak azok az önkormányzati tulajdonú területi ingatlanok, akár az északi iparterületen is, amerre a bővítés iránya elindítható lenne. Tehát a következő időszaknak egyik stratégiailag fontos feladata lesz, hogy ebbe az irányban el tudjunk mozdulni. Itt ingatlanokat, területeket kell vásárolni, ezek főleg szántó területek, ezeket ki kell vonnunk a művelésből, és utána pedig az érdeklődő beruházók, vállalkozók számára tudjuk majd ezeket értékesíteni. Itt egy feltáró útnak a kialakítását már elkezdtük a két évvel ezelőtt, tavaly előtt évben, ezt szeretnénk majd folytatni a következő egy-két évben. Ha a gazdaságról beszélünk, akkor a város a turizmus szempontjából meghatározó lehet a jövőben. Ugye megépült a Dán központ, és itt a fürdő is. Igen, igen. Hát a pandémia mellett
sajnos a fürdőben keletkezett, az új fürdőépületben keletkezett tűzkár az, ami talán ennek az évnek a mélypontja volt. Nagyon megrendített minket. November 1-én a új fürdőépületnek a tetőzetének egy harmada égett le. Döbbenten álltunk a helyszínen többet magammal. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy főleg a tűzoltóknak a szakszerű és odaadó munkájának köszönhetően az épület nagy részét sikerült megmenteni. Így, ahogy az imént is említettem, a tetőzetnek a jó egyharmada károsodott, illetve belső károk keletkeztek, de például az épületnek a szerkezete, az épületgépészet, a szaguna világ teljes egészében megmaradt. Tehát viszonylag rövid időn belül a jövő évben mindenképpen helyreállítható, és helyre is fogjuk állítani a fürdőt. Van körülbelüli időpont arra, hogy mikor nyithat meg a fürdő? Ugye tudni kell, hogy a fürdő a város tulajdona, de külsős cég üzemelteti. Úgy tájékoztatott minket az Aqua Plus Kft., hogy január 31-jel részlegesen ki fogja tudni nyitni a fürdőt. Ez azt jelenti, hogy a károsodással, a káreseménnyel nem érintett szaunavilág, illetve két külső termálbedence az öltözőkkel el tud indulni legkésőbb január végén. Ez nyilván még nem a teljes fürdőkapacitás, még ha a téli időszakot veszem, akkor se, de legalább egy apró eredmény azon az úton, amin majd el fogunk indulni. Hisz, és szintén szerencse a szerencsétlenségben, hogy a káreseménnyel párhuzamosan a régi fürdőrész felújítása zajlik tervezés szintjén. Ezek a tervek, ezek el is készültek, tehát a helyreállításra, a tűzkár helyreállítására valószínűleg a megoldás az lesz, hogy a régi fürdő felújítással egybekezelendő az új fürdő épületének a felújítása is, tehát egy projekt keretében ezt nagy valószínűséggel meg tudjuk oldani. A fürdő nem csak fürdő lesz, hanem idegenforgalmi központ is egy idő után. Így van. És olyan szempontból viszont, vagy olyan szempontból is rosszkor jött ez a káresemény, hogy egy évvel ezelőtt a gyógyvízzel rendelkező fürdő megkapta a gyógyfürdő minősítést is, hisz a gyógyászati ellátás is el tudott indulni jó egy évvel ezelőtt. Emellett pedig az idei év elején a fürdő és környéke, nagyjából a miklósvári városrész a gyógyhely minősítéssel is rendelkezik. Ilyennel pedig országos szinten körülbelül 40 terület rendelkezik, vagy 40 település rendelkezik, tehát ez turisztikai szempontból a fürdőre építve egy nagyon fontos kitörési lehetősége a városnak. Ez a folyamat most egy kicsit elakadt, de ahogy említettem, a régi fürdő felújításával, illetve az új fürdő rendbetételével ez új lendületet tud kapni a következő évben. A Dán központ megnyitása mennyit segített a turizmus fejlesztés elképzelése? Igen, májusban tudtunk kinyitni a Dán központot, ugye előtte már majdnem egy évvel elkészült, de a Covid miatt itt késett a nyitás. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan látogatták meg ezt az intézményt, és ott egy olyan turisztikai szakemberekből álló csapatot tudtunk felállítani, aki nem csak magát a Dán pontot, tehát a látogatóközpontot működteti, hanem szervezett módon elkezdte a Tamásinak a turisztikai rendszerét felépíteni, de nem csak Tamásiét, hisz maga a Dán pont látogatóközpont sem csak Tamásit, hanem az egész térséget, az egész járást bemutatja. Tehát nekünk az a célunk, hogy ezt az egész térséget egy szervezett turisztikai egységként, egyfajta desztinációként tudjuk megjeleníteni. Ez a háttérmunka zajlik, egy picit most megtorpant a fürdő miatt, hisz a fürdő mégiscsak a turisztikai zászlós hajója a városnak, tehát arra épült minden. Tehát a fürdőbe látogató turisták egy jó része látogatta meg a Dán pontot is, de nekünk az a célunk, az is a célunk, hogy ne csak a fürdő miatt, hanem az egyéb attrakciók miatt is ellátogassanak a városba. Ugye kerékpáros barátváros vagyunk, korábbi adásokban is beszéltünk a Tamási környéki kerékpárutakról, és
nagyon számítunk arra, hogy 2-3 éven belül akár Siófokra is el lehet jutni kerékpárúttal, hisz a Siófok-Pécs kerékpárút tervezés alatt áll, pontosabban pont a Siófok-Tamási szakasznak zajlik már a tervezés előkészítése, tehát ami szerintem a jövő évben elkészül, és ez nagyon fontos köldögzsinór lesz ez a kerékpárút Tamási és Siófok között, oda-vissza lehet majd közlekedni, hisz amikor a Balaton környékén például nincs kedvező időjárás, gyakorlatilag egy zöld környezetben, egy biztonságos kerékpárúton a Balatonnál nyaralók lekerékpározhatnak Tamásiba, és itt akár egy napot is eltölthetnek. Ennek mindenképpen van jövője, a kerékpáros turizmusban óriási lehetőségek, perspektívák vannak, ezt szeretnénk kihasználni, de nem csak a kerékpáros turizmust, hanem akár a borturizmust is. Itt még van mit fejlődnünk, itt még rengeteget kell dolgoznunk azért, hogy a tolnai borvidék egyik központja legyen Tamási. Itt a Tamási Szüretív Fesztivál épül egyébként a tolnai borokra. Nyilván nem egy szekszárdi borvidék szintjét kell nekünk elérnünk, hanem a magunk mércéjéhez képest a térségnek a borturisztikai központi szerepét megcélozni. A város életének egy jelentős fejlesztése vagy átalakulása kezdődik meg azzal, hogy létrejön egy iskolaközpont. Itt a tervezési szakasz zárult le, és megkezdődik a feltételes közbeszerzés, ezt követően pedig jövőre indulhat a beruházás. Gyakorlatilag a mostani 8 osztályos gimnázium épületének hasznos alapterületét megduplázzuk. Katolikus negyed, ez a projektnek a címe. Azért, mert részben azért ez az elnevezés ennek a projektnek, mert a Pécsi Püspökség, a Katolikus Egyháza fenntartója az iskolának, és itt most a jövőben, hogyha elkészül a beruházás, akkor nem csak a 8 osztályos gimnázium, hanem a katolikus óvoda, a katolikus alsó tagozat és a katolikus felső tagozat, ami várhatóan a 8 osztályos gimnázium felső tagozata mellett fog működni, egy épületünkben fog helyet kapni, egy olyan oktatási nevelési központban, ami én azt gondolom, hogy a 21. század minden feltételének meg fog felelni. Hozzáteszem, hogy a mostani épület már teljes mértékben kívülbelül felújításra került, ehhez fog hozzá kapcsolódni, fognak hozzá kapcsolódni azok az épületrészek, amely a teljes vertikumot kiszolgálják, gyakorlatilag a 3 éves kortól egészen az érettségig, a 18-19 éves korig, úgyhogy jól el tudjuk különíteni a különböző korosztályokat, és mindegyik korosztálynak meg legyen a maga külön épületrésze, szabadtéri része, udvara, ugyanakkor mégis szerves egységet alkossanak. Ehhez az épület együtteshez egyébként egy tornacsarnok is kapcsolódni fog lelátókkal, tehát akár a városi sportrendezvényeknek és egyéb sporteseményeknek is helyet tud adni ez az intézmény, illetve intézményen belüli sportcsarnok. Mennyiben módosítja a jelenlegi intézmény vagy oktatási hálózatot, ha ez megépül? Én azt gondolom, most is erős a Tamási Béri Balogh Ádám gimnázium. Fontos térségi szerepet tölt be. Én azt szeretnénk, hogyha ez a szerep erősödne, növekedne, hisz ez egy járásszékhely településnek nagyon fontos stratégiai célja, hogy nem csak általános iskolás, de középiskolás szinten is itt tudjuk tartani a fiatalokat, mert aki Tamásiban végzi, helyben végzi a középiskolát, nagy valószínűséggel, még hogy el is kerül innen, erősebben fog kötődni a szülővárosához, és esetleg nagyobb valószínűséggel talál alapít családot, és talál magának lehetőséget Tamásiban. Ez nagyon fontos célja mindig is a városvezetésnek. Szűnnek-e meg épületek, vagy átalakul-e funkciójuk azzal, hogy ez a központ megépül? Nem, tehát itt minden olyan épületrész, amely korábban működött, továbbiakban is működni fog, és úgy szeretnénk kialakítani ezt, és úgy kerül kialakításra, hogy ez esetleg a későbbiekben tovább bővíthető legyen majd. Egy új pályázati ciklus elején vagyunk. Gyakorlatilag most kell megalapozni a következő 7 év fejlesztéseit. Mik a prioritások Tamásiban? Amit említettem, egy nagyon fontos prioritás
az, hogy a most működő vállalkozásoknak adjunk lehetőséget a fejlődésre, bővülésre, illetve azoknak, akik szeretnének Tamásiba települni. Ezért az északi ipar területnek a fejlesztése, bővítése kiemelten fontos feladat. A másik fontos feladat, hogy Tamási lakosságának a csökkenését, a népesség csökkenést megállítsuk. Nagyon magasak az ingatlanárak Tamásiban, mégpedig azért, vagy azért is, mert kevés a rendelkezésre álló építési telek, illetve a társasházi ingatlanvásárlási lehetőség. Ezen szeretnénk változtatni egy építési telek programmal. Ehhez be kell fektetni a városnak, és olyan ingatlanokat kell vásárolnia, ahol közművesített telkeket fog kialakítani. Itt a tárgyalások megkezdődtek, és hamarosan tudunk lehetőséget biztosítani arra, részben az itt lévő fiatal családoknak, hogy nagyobb eséllyel itt maradjanak a városban, hisz a lakhatási lehetőség tudjuk ezzel biztosítani, részben pedig a környékbeli települések fiataljai vagy családjai számára is vonzó lehetőséget akarunk ezzel biztosítani. Úgy vettük észre, főleg az elmúlt néhány évben, hogy erre komoly igény van, ezért muszáj lépni, muszáj ezt a negatív demográfiai folyamatot megfordítani, ami iszonyatosan nehéz lesz, de ezeket a lépéseket a jövő érdekében muszáj lesz meghozni. Ennek a stratégiának a mentén bővítettük például a bölcsödét, ugye ide évben került átadásra az új bölcsödei szárny, amivel megdupláztuk a bölcsödei férőhelyek számát, ugyanezen filozófiai egyében. Ahhoz viszont munkalehetőséget is kell tudni biztosítani, legyen még itt maradni. Így van, ezért beszéltem a vállalkozó barát önkormányzatról. Egyébként pedig az a helyzet, hogy statisztikailag még az álláskeresők száma az országos átlagnál magasabb Tamásiban, gyakorlatilag azonban munkaerő hiánnyal küzdenek a helyi vállalkozások. Ezen is igyekszünk a saját eszközeinkkel segíteni. Jövő évben el tudjuk kezdeni a munkásszálló pályázat kialakítását, erre támogatott forrással rendelkezünk. Top 20 még mindig. Igen, plusz. Ezt a kérdést eddig kikerültem, de nem szeretném kikerülni. Szóval top plusz. Igen. Mik azok a fejlesztési irányok, amelyre a top plusz megy? Ugye Tamási az úgynevezett FVS, tehát fenntartható városfejlesztési stratégiába tartozó települések közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy fix kerettel fog rendelkezni a top pluszokon belül. Ez közel 3,2 milliárd forint. Abban az irányban indult el a tervezés, hogy a két társasházi, a városközpontban a két társasházi lakótelepi övezetet szeretnénk rendbe tenni, a József Attila lakótelepet és a Móri Zsigmond lakótelepet teljes egészében, és itt nem magára a társasház épületére gondolunk, hisz ebből a forrásból azt nem lehet, azt nyilván a lakóknak maguk kell majd rendezni, sok helyen szépen alakítják is, hanem az utakat, a járdákat, a zöld felületet, a játszótereket, a Móri Zsigmond lakótelepen a vízelvezetést, mind a két lakótelepen a parkolást. Első számú prioritás tehát a lakótelepeknek a rendbetétele, de szeretnénk utakat, járdákat építeni, a volt üdőgondozó épületét felújítani, és az óvodai részen még néhány csoportnak a belső felújítása vissza van, tehát nagyjából ez a forrás erre lesz elég, és erre szeretnénk fordítani a következő 2-3 évben. A lakótelepen él a város lakosságának jelentős része? Ezért esett el a választás? Nem többsége, de egy jelentős része, így van. Két nagy lakótelepről beszélünk, tehát fontos, hogy az ott élők is megfelelő körülmények között tudjanak élni, lakni. Milyen várost képzel el a következő időszakra? Egy élhető, lakható, zöld környezettel rendelkező, komfortos várost, ahol minden olyan szolgáltatás megtalálható, amire az embereknek szükségük van. Egy fejlődési íven van most a másik? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Ha csak itt a riportban beszélt beruházásokat összeadjuk, akkor már több millió forintnál tartunk, de az is fontos, hogy nem csak pénzben legyen ez kifejezve, hanem az itt élők is érezzék azt, hogy az életminőségük pozitív irányban változik. Milyen olyan lépéseket lehet tenni, ami az itt élők komfortfokozatát emeli? Hát a
Nyilván meg kell legyen minden olyan szolgáltatás, ami fontos, alapszolgáltatások. Itt nem csak a hivatalokat értem, hanem a oktatási nevelési intézményeket, kulturális intézményeket, hisz nagyon fontos az, hogy megfelelő szintű programok legyenek, és minden egyes korosztály találja meg azokat a program lehetőségeket egész évben, amely a korosztályához hozzá közel áll. Én szerintem itt a művelődési központ és munkatársai kitűnő munkát végeztek az elmúlt időszakban. Tehát azt gondolom, ez is fontos. Fontos az, hogy a civil szervezetek és a sportegyesületek aktívan tudjanak működni. Hála Istennek itt is azt gondolom, hogy több mint 20 civil szervezet, közel 15 sportegyesület működik a városban, és hála Istennek jó sok fiatal és gyerek sportol, illetve nagyon sokan tevékenykednek a civil szervezetek keretein belül. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy igazából otthonának tartsa mindenki ezt a várost. Mikor lenne elégedett jövő ilyenkor? Szeretnénk, hogyha azokat a célokat, amelyek az idén kitűztünk, azokat meg tudjuk valósítani. Fontos, hogy azok a nagy beruházások elinduljanak, amelyekről itt a riportban is említést tettem. Tehát el kell, hogy induljon a katolikus negyednek az építés kivitelezése, a régi fürdő az új fürdővel. Tehát én azt szeretném, hogyha a fürdő, az új fürdő legalább nyáron tudna működni, és a régi fürdőnek a felújítása elkezdődne. Fontos a polgármesteri hivatal, a városháza projektnek az elindítása. Nem beszéltünk itt ebben az adásban a külterületű ivóvízről, ez a projekt is már tart, tehát közel 500 főhöz visszük el külterületre a vezetékes ivóvizet. Ez régi terv és régi igénye volt az ott élőknek, tehát ez is meg kell, hogy valósuljon a következő évre, és el kell, hogy induljon a munkásszálló projektünk, és reményeim szerint a tanúszoda építés is, ami nem önkormányzati, hanem állami beruházás keretében valósul meg. Illetve beszéltünk a top pluszokról és a lakótelepek felújításáról. Itt a jövő évben a tervező asztalé a terep, ott szeretnénk ezeket a projekteket megfelelően előkészíteni. Polgármester úr, jó munkát kívánok 2022-re. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!